Jó napot kívánok mindenkinek, ez a kívánságszolgálat, a heti tévé kívánság műsorát látják. Keressenek bennünket a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon. facebook.com/kívánságszolgálat a címünk, itt kattintsanak az üzenetküldés fűre, és már is írhatnak, kérhetnek, üzenjenek, éljenek a lehetőséggel. Szeretettel köszöntünk minden születésnapos, névnapost, illetve azokat is, akik ma ünneplik házassági évfordulójukat. Van egy napi gondolatom, mely Vörös Sándortól származik. Siker és fölény akarása, innen fakad a történelem minden csapása. Vendégem lesz itt a stúdióban Jenei Gábor, énekes színész, néhány darab, amelyekben játszott, például a Jézus Krisztus szupersztárt emelhetném ki, vagy a Sakkot, vagy éppen a Macskákat. De nézzük is az első két üzenetet a mai műsorban. István küldi a ma elhangzó összes dalt Csév Évinek Harasztira születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot kívánunk. Bérci Sándorné Újpestről szeretné meghallgatni a soron következő felvételt. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, énekel Rácz Kati. Szeretnék a csúcsig jutni, míg van napsugár. Gyere velem, csókot csenni, míg van szerelem. Megy az idő, ugye, nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem, csókot csenni, most kell szerelem. Folytassuk évfordulókkal, melyek a mai naphoz köthetőek. 568 éve született Leonardo da Vinci festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. 124 évvel ezelőtt a mai napon fejeződött be az első újkori nyári olimpia Athénban, és van még egy évforduló, 110 éve Bánki Donát bejelentette szabadalmát a nyers olaj motorra. Hamarosan Jenei Gábor énekes színésszel beszélgetek itt a stúdióban, de nézzünk további üzenetet, sőt három kérés is van. Keresztes Mária Szolnokon küldi a következő felvételt barátnőinek, Klárinak és Eszternek. Vég Károlyné Szegeden szeretné meghallgatni a következő dalt, és Horváth Andrea pedig a saját kedvére kérte a soron következő felvételt. Szenes Iván legendás szerzeményével folytatjuk, melynek ő a szövegírója és zeneszerzője is, ugye az eredeti változatot még Kovács Erzsitől például egy ország ismerhette meg, ezúttal Zsédától hallgatjuk meg, míg a dal címével vagyok adós. Hosszú az a nap.
Jenei Gábor énekes színész pedig már itt van velem a stúdióban. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Szia, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Olvastam rólad, hogy édesanyád már a tömegből kihallotta a hangodat. Már ott lehetett sejteni, hogy te a hangoddal kezdesz majd valamit, ha nagy leszel? Nyilván ez egy kicsit most színezve van így. Igen. Hát nekem ez elmesélések alapján, tehát ilyen családi legendárium alapján van meg ez a történet. Tehát édesanyám mondta azt, hogy amikor megszülettem, akkor ő hallotta, hogy ha én éhes voltam, akkor én üvöltöttem a többi gyerekkel ugye egyetemben, csak hát az én hangom sokkal erősebb volt, és ezzel így ki tudtam tűnni a tömegből. Hát tulajdonképpen semmi nem változott 30 év alatt, mert ugyanezt csinálom most is, ugyanúgy a hangommal próbálok kitűnni a tömegből. De most nem vagy éhes. Nem vagyok éhes, igen, ez a különbség van, igen. Egyébként én azt is olvastam még rólad, hogy a Reál tantárgyakkal azért nem voltál rossz viszonyban. Ehhez képest mégis valami egész más pályán kötöttél ki. Hát a Reál tantárgyakkal mondjuk azt, hogy nem volt túl baráti a viszonyom. Igen, maradjunk ennyiben. A matek érettségim az elég kalandos volt. Én nem szégyellem, hogy buta vagyok ilyen dolgokhoz. Ezért lettem színművész, szoktam ezt mondani. Ott nem kell számolni, ott aláírni kell, aztán a többit ugye tudod, azt a számokat felismerem, tehát azt addig eljutok. De például a matek érettségim volt olyan, hogy kinyitottam a feladatsort, ráírtam a nevem, majd visszacsuktam. Tehát így körülbelül ennyi volt. Úgyhogy ez elmondhatom most már itt sok év táblatával, hogy összesúgták a matek érettségimet. Ezt már visszavonni nem tudják, úgyhogy teljesen mindegy. Bármi lehet még egyébként. Akár meg is akár szeretheted. Lehet, hogy még egyszer fogok szeretheted, esetleg jelentkezel egy matek érettségére. Nem, az nem fog megesni. Hogyan jött mégis az, hogy színpad? Talán kórustag is voltál már korábban? Kórustag voltam az általános iskolában, de előtte mindig az volt, hogy én voltam az, aki az óvodában, általános iskolában mindig mondta a kis verseket. Soha nem voltam egy ilyen szereplős típus, de mindig táncoltam, néptáncoltam, balettoztam nagyon sokáig. Akkor az óvodában is mindig az óvónénik, vagy általános iskolában a tanárnénik mindig rám bízták azt, hogy akkor most verset kell mondani, akkor Gábor, te leszel az, aki elmondod. Nyilván ezt nagy örömmel teljesítettem is, csak hát nem gondoltam azt, hogy később utána ez lesz belőle, hogy én színpadon fogok állni. De mikor fordult ez komolyabbra? Talán a gimnázium idején. Én már ugye egy célirányosan drámatagozatos gimnáziumba jelentkeztem. Hova? Miskolcra, az Rényi Ilona gimnáziumba. És ott Eperjesi Erika volt az, aki megváltoztatta tulajdonképpen ezt az egészet. Nagyon sok ilyen olasz, azt hiszem, hogy olasz, angol és német, francia, vagy olasz, francia, német, angol, tehát hogy valahogy így volt felosztva, énekversenyek voltak ezek, amin én minden évben elindultam, és talán a harmadik évben volt Eperjesi Erika, a Miskolc Nemzeti Színház primadonnája, a zsűri elnöke, és akkor beszéltem én vele, hogy én szeretnék hozzá kezdeni járni, énekelni, mondta, hogy semmi akadálya nincsen, akkor ebből utána az lett, hogy elhívott magával fellépni, akkor utána ebből baráti viszony lett, kollegiális viszony. Végülis ő volt az első mentorom. Igen, ő volt az első mentorom, és hozzá csatlakozott Kincses Károly, aki szintén a Miskolci Nemzeti Színháznak a tagja, és a Karcsi mondta nekem, hogy hát figyelj, már jóval azután, hogy én elvégeztem a Shakespeare Színművészeti Akadémiát itt Budapesten, jóval utána mondta nekem, hogy figyelj, te olyan tehetségtelen voltál, hogy egy labdában több a tehetség, mint benned. Gondolta ezt ő akkor, és akkor mondta, hogy egész meglepő az, hogy én belőlem mi lett. Jó, de azért, ha egy picit maradunk a legelején, mi volt az, ami a színpadban megfogott? Más megy focizni, moziba, bárhova. A színpad meg rengeteg lemondással jár, tanulással, gyakorlással, egyfajta elhivatottságot feltételez. Igen, tulajdonképpen ami engem megfogott, és ami nagyon, tényleg nagyon átfordította ezt az egészet, az 2003-ban volt egy Csárdás királynő előadás Miskolcon. Seres Ildikóva volt a Cecília, Eperjes Ildika volt a Szilvia, Teremit Rixi volt a Stázi, Buzsó József a Bóni, tehát hogy tényleg csupa nagy név, igen. És azt mondtam, hogy
Úristen, én ott akarok állni közöttük. Én úgy akarok kinézni, mint ők, én úgy akarok csillogni, és én sztár akarok lenni, azt akarom csinálni, amit ők csinálnak. Úristen, engedjetek oda, hadd csináljam. Ez volt az, ami átfordított tulajdonképpen arra, hogy én színpaddal kezdjek el foglalkozni. Soha nem voltam egy magamutogató típus egyébként, és most is inkább azt tudom mondani, hogy annak ellenére, hogy nagyon könnyen bekerülök a társaság középpontjába, és nagyon könnyen rám szegeződik a tekintet. Nyilván a két méterem ebben nagyon sokat segít, meg a nagy hangom. Tehát így, de nagyot is kell emelni, amikor éppen valakit pörgetsz, dobsz, és mindenféle egyéb mutatvány. És de egyébként meg nagyon szívesen el vagyok a saját kis világomban. Tehát ez nagyon sokan nem hiszik rólam, hogy szeretek egyedül lenni. Komolyan. Igen. Mindenki azt hiszi rólam, hogy én nagyon társaságkereső ember vagyok, és most van ez a nagy karantén időszak, és akkor én majd itt megbolondulok, holott nem. Mert mindig azt mondom, hogy az én életem tulajdonképpen ugyanez volt eddig, csak most ezt elnevezték karanténnak. Na aztán arról még tudunk beszélgetni, hogy mi minden változott. Simo Moglárkával egy kettőst nézzünk meg, jó? A Jön-e velem nagycsács, mint járni a Lili bárónőből, és utána innen folytatjuk. Mit járni, üzenek a malban, nem tud várni, ha a zenekarban kontent ott a semmi van a táncok, menkör csúcsa, már a csecsemő is mindezt nyúzza, ajándékba kaptuk ezt mink az Antántól. Erre van most a fest és tánci, mert a szavihat tiszt, hullec marci, most leállna itt egy vége bölcs a kongon. Csak a szerecsemnél volt rá büszke, nem a lavam értem minden nincse, simi-simi-simi szívem csücske, simi-nekül nincsen vál. Aki tudja, mi a sik, mi a noblesz, rajong az a divatért, csupa sok lesz, hogyha lát egy újabb táncrációt, addig gyúrja még a nyelve is jó. Egyre megy, hogy csúnya elmaradom, hogy a mennybe volna van, mint a rossz, mert a laj csak akkor lángol érted, akkor lesz a nőt, ha a tánc teremben jött köszöntőt. Azért ez a taps önmagáért beszél, folytatjuk is Jenei Gáborral a beszélgetést, és egy picit ejtsünk szót arról is, hogy hogyan változtak meg most a mindennapok. Nem kicsit. Nem kicsit, igen. Tulajdonképpen én olyan sok mindent nem veszek észre. Nyilván az, hogy nem Budapesten vagyok, már nem hazudtam a szüleimhez, nyilván vártam 2 hetet. Nagyon sok emberrel találkoztam az ezt megelőző időszakban, meg ezelőtti hónapokban, nyilván a munkámból adódóan is. Kivártam ezt a 2 hetet, hogy van-e bármilyen tünetem, nem szerettem volna sem a nagyszüleimet, sem édesapámat, sem senkit. Hát azt gondolom, hogy ez volt a legjobb, amit tehettem. Én egyébként haza sem akartam menni vidékre, mondtam, hogy ha bármi lappang is, bármi van, akkor ne adj Isten, hogy én bárkinek gondot okozzak, mert azt nem, tényleg nagyon nem szeretném. Főleg úgy, hogy betegek, tehát van krónikus beteg a családban, és azt nem szeretném, hogyha neki bármi problémája lenne. Vele nem is találkozom, tehát hogy egyáltalán nem. Tulajdonképpen, ahogy mondtam, olyan sok minden nem változott. Viszont tényleg a munka kívül, tekintetében annál igen, több minden. Igen. A munka az ugye hát nyilván betiltották a 100 főnél nagyobb rendezvényeket, hát ezzel tele voltunk.
nyilván, hogy mondjam, érzékenyen érint ez a dolog, hiszen az ember ebből él. Igen. Színházból, azáltal a saját maga által szervezett fellépésekből, koncertekből, mentem volna április végén Madridba énekelni pár napot, ami szintú úgy elmaradt, és most már áldom a jó Istent, hogy nem mentünk ki Spanyolországba, hiszen tudjuk, hogy most miért odakint a helyzet. Nyilván a sors ezt így akarta, nyilván történt volna valami, én mindig azt mondom, hogy a sors az megfelelő időpontban. Jó, de nyilván munkanélkül ideig óráig el van az ember, igen, de nem a végtelenség. Igen, igen, nem mondom meg, hogy hány millió forint az, ami kiesés. Van már júliusi lemondott időpont is, amit úgy nem szeretnék elhinni, hogy júliusig ez el fog tartani. Hát reménykedem a legjobbakban. Én most, és ez nem szégyen munkanélkül vagyok. Jó, de ha valaki látja akár ezt a beszélgetést, igen, és tudna neked egy kiváló lehetőséget, akkor keresem bizalommal. Így van, azért még a munkáidról beszéljünk. Uh-huh. Ott van például a Madách Színház, azért nem akármilyen szerepet okos voltál. Igen, igen, a Madách Színházban most már jelenleg egy szerepem van, ami fut. Illetve van olyan, amit sérülés miatt vissza kellett adnom, ez volt a Mary Poppinsban a Néleusz és a Valentin szerep, ez két kiemelt szerep volt tulajdonképpen, amit nagyon szerettem. Ez egy beugrás, egy kalandos beugrás volt tulajdonképpen az én történetem ezzel a Mary Poppins dologgal, nagyon rettegtem tőle tényleg, de egyébként szerettem csinálni, igen, és igen, aztán igen. Tulajdonképpen ki is forta magát, és jó volt, de tavaly szeptemberben megsérült a jobb térdem is, ezért vissza kellett adnom. Úgyhogy amit megtartottam, az a Macskák című produkciónak tulajdonképpen azért, az ha, egyik főszerepe. De azért, ha már itt a fizikai erőlétről beszélünk, uh-huh. a többi munka kapcsán is, azért az a néptánc és egyéb színpadi jelenlét, ez nagyon fontos volt a későbbiekben. Persze, persze. Hiszen azért felemelni, megpörgetni, hát, mindent csinálni a tulajdonképpen színpadon. Tulajdonképpen, amit én akrobatika tekintetében, ami ugye a pörgetésekhez, emelésekhez kell, azt én mind Póli Boglárkától tanultam. Tehát én soha életem nem tanultam egyébként akrobatikát, semmit, hanem a Bogi, és még akkor, hát meg nem mondom neked, hogy mikor volt ez, a Váradi Kati, Isten nyugasztalja, ő Miskolcon volt zenei vezető. Ő mondta a Póli Boglárkának, megfogta a kezemet, megfogta a Boglárkának kezét, összecsatolta a kezünket, és mondta, hogy vidd ezt a fiút, mert nagyon jól fogsz vele járni. A Bogi megfogadta ezt a tanácsot, és tulajdonképpen két alkalommal próbáltunk az Operett Színháznak a balettermében. Megmutatta, hogy mit kell csinálni, az aéroplánt, a smetterlinget, mindent megmutatott. De nincs benned egy parányi félelem a legelején, te jó ég a partneremet elejtem, mi lesz? Ha ő nem fél, akkor én nem akkor félek. Sem. Igen. Akkor én nem félek. Igen. Most nagyon sokat edzem, heti 5-öt edzem, mindig azt mondják nekem a kolléganőim, hogy ők nem félnek az én nyakamban, meg a kezem között, mert elég magasra kerülnek. Nem ejtem el őket. Ha azt érzem nyilván, hogy nem vagyok úgy lelkileg, vagy fizikailag, hogy nem tudom megcsinálni azt az emelést, akkor azt mondom, hogy csináljunk más, tehát hogy nem, semmiféleképpen nem akarom az ő életüket kockára tenni. Tehát azért 2 méter magasra elég nagyot lehet zuhanni. Ez így volt. Tegyünk ideig gondolatjelet, és folytassuk legközelebb. Nagyon szépen nem, köszönöm, nagyon szépen, hogy eljöttél hozzánk, és a Homonnai Toborzóval folytatjuk Jenei Gábor éneket. Csak kezembe szép öcsém, búcsút mondja a lánynak, jöjj ide és állj közénk, jó magyar huszárnak. Itt a csátó kell lesz még, jöjj velünk a harcba, lássa meg az ellenség, milyen a magyarok kardja. Csapj a csíppet, hagyj kezed, nem kell néked csalni. Jöjj, a magyar hadsereg, győzni fog vagy halni. Tesse félünk úgy, mint rég, ezt a földet újra, sem hogy aljas ellenfél, a hazád szabadon dúlja. Hajrá! Kedvem fogjuk hát a terboros kupát, a jó vörös bor körben jár. Szereti ezt a hozzád, mert béne borra borgyomás, a sok tüzes lány, mint oly csinos, oly karcsú sodár. Szereti ezt a hozzád, de barlánk az oldból egy, a jó huszárnak csókot egy, a csókuszárnak egytől egyik lukán. A jó bor édes anyakám, egy édesebb a csókot, hát ez szereti ezt a huszár.
Jenei Gáborral beszélgettem az elmúlt percekben. Folytassuk az évfordulók sorát, melyek a mai naphoz köthetőek. Nézzük is. 86 éve született Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, Kossuth Díjas színművész, rendező. Nagyon sok boldogságot kívánunk, és hozzá jó egészséget. 31 évvel ezelőtt kezdte el a Danubius Rádió a magyar nyelvű adásait, hajnalban is éjszaka magyarul, napközben pedig németül sugárzott. 92 éve látott napvilágot Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember, és 71 éve született Szigeti Ferenc gitáros énekes. Nagyon sok boldogságot kívánunk mindenkinek, aki ma ünnepel. Miklós Ferenc Pomázon szeretné meghallgatni a következő dalt. A Halleluja következik László Attila előadásában. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major leap, the path of a king composing. László Attila után pedig műfajt váltunk, de nézzünk egy üzenetet még. Ács Péterné Szombathelyre lányának Katalina küldi a következő dalt üzeni, várja a mielőbbi találkozást. Keressenek bennünket a Facebookon, facebook.com/kívánságszolgálat. Itt kattintsanak az üzenetküldés fűre, és már is írhatnak nekünk. Adásunkat pedig hétfőn, szerdán és pénteken 14 óra 15 perctől láthatják, az ismétlésre pedig vasárnap kerül sor 13 óra 15 perces kezdettel. No de, nézzük a dalkérést. Schmid Elius Éva énekel, Fagyban közepében a télnek, közreműködik Toki Balogh Ernő és zenekara. Thank you.
Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, ilyen gyorsan elszaladt ez a fél óra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!